olyan szerencsétlen szituációba kerülnek, hogy celeb, tehát ha nem celeb, akkor nem ismeri meg az ország őket. Hiába Szolnokon érdemes művész, vagy nem egyik kislányom, nem tudják, hogy ki az. Uh-huh. Na de bocsánatok, de nem is meg volt, hogy te menedzselted hát a sejtelékeidet. Hogyne, és lejártam a vidékre nem csak a gyerekeket nézni, hanem beszélni az igazgatóval. Jó, most azért megtörténik ez a szerep, amire csináltam belőle. Hogy? Hát, dzsungelharc. Az biztos. Hogy most akkor élő, intenzív előadásomban veszel majd részt. Fogalmam sincs. De szeretnél? Na, olyan szerep lenne, akkor szeretnél? Nem gondolkoztam még rajta. Egy filmben, vagy egy rendező filmjében szeretnék. Azt elvállalnám habozás nélkül. Kusturica. TV-játékban játszottam. Hát nem mindegyikben tetszettem magamnak, de azért jó volt. Azért jó. A színpadon is egy szerepet imádtam. Egy lengyel vendégre, ő a Solange, a George Sannak a lánya, a Cilike volt Esztergeles anyuka. Hát körülbelül 40-szer mondtam neki, hogy anya. És abban jó voltam.